Határozat. Kiszombor község önkormányzatának képviselőtestülete, Kiszombor díszpolgára cím adományozásáról szóló 12/1991. november 26-ai helyi rendeletének egy paragrafus D pontja alapján Barna Gyula, Kiszombor, Rákóczi utca 8/B szám alatt lakó nyugdíjas pedagógus részére a község polgárainak szolgálatában végzett áldozatos munkájának elismeréseként Kiszombor díszpolgára címet adományozta. Határozat. Kiszombor község önkormányzatának képviselőtestülete. A Kiszombor díszpolgára cím adományozásáról szóló 12/1991. november 26-ai helyi rendeletének első paragrafus D pontja alapján Nagy György János, Kiszombor, Móricz Zsigmond utca 8 szám alatt lakó nyugdíjas részére a község polgárainak szolgálatában végzett áldozatos munkájának elismeréseként Kiszombor díszpolgára címet adományozza. Tisztelt parancsnok úr! Engedje meg, hogy Kiszombor község önkormányzata, Kiszombor község polgárai nevében átadjam önnek ezt az emlékzászlót. Ez az emlékzászló elismerése annak, amit az ön által irányított szervezet, határőrkirendeltség a község polgárainak érdekében és az államhatár védelmének érdekében végez. Kérem önöket, hogy munkájuk során legjobb tudásukkal továbbra is a község polgárainak érdekeit, a magyar köztársaság érdekeit szolgálják. Kívánok önnek és valamennyi beosztottjának munkájához erőt és jó egészséget. Ezen a zászlót átadom. A zászlót átveszem. A Kiszombori Határozati Kirendeltség teljes állománya nevében köszönöm ezt a nagy tisztességet, és ígérem, hogy a zászlót híven őrizve, annak szellemében fogjuk végrehajtani ezután is feladatainkat. Köszönöm. Tisztelt ünneplők, hölgyeim és uraim, számomra nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy három nagyon kedves Kiszomborinak diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából aranyoklevelet adhatok át. Kérem dr. Bacsa Pálné Magdi néni. Tisztelettel kérem aranyok levelének átvételére Nagy Józsefné Angyalka néni. Kérem Nagy József tanárbácsit díszoklevele átvételére. Thank you.
Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt kiszomboriak! Ma második alkalommal szólhatok önökhöz, mind a két alkalom szerencsés, hiszen ünnepelni az mindig egy olyan esemény az ember életében, amelyre tartósan és szívesen emlékszik vissza. Egy új létesítményt felavatni hasonlóképpen nagy megtiszteltetés, hiszen oly korban élünk, amikor a kultúrára, az együttlét megszervezésére nagyon kevés pénz jut. Akkor, amikor egy ilyen szegényes környezetben egy kultúrházat föl lehet újítani, át lehet adni, annak őszintén lehet örülni. Azért is lehet örülni, mert a falu összefogása nélkül nyilvánvalóan nem valósulhatott volna meg ez a kultúrház felújítás, hasonlóképpen nem valósulhatott volna meg a testület, az önkormányzat nagyon aktív kezdeményező készsége nélkül. Amit önök ma látni fognak, az egy nagyon szép látvány. Sokan, akik itt állunk, néhány lépést már megtettünk ebben az intézményben, akkor, amikor eljöttünk moziba, akkor, amikor egy-egy filmet meg lehetett tekinteni. Ma egy más objektum fogad bennünket, másképp lehet nézni, másképp kell nézni. Igazi impozáns színházterem, igazi jó vetítő helyiség áll rendelkezésre, és a tárlatokra, kiállításokra széles körben nyílik hasonlóképpen lehetőség. Én úgy érzem, a kiszomboriak megérdemelték ezt. Őszintén köszönöm meg az önkormányzatnak azt a tevékenységét, a testületnek azt a kezdeményezését, amelyet annak érdekében végzett, hogy ez az épület ma átadható legyen. Hölgyeim és uraim, első és utolsó alkalommal tehetik meg azt, hogy ingyen és bérmentve beléphetnek ebbe az épületbe és annak minden termébe. Tegyék ezt nagy szeretettel, őszinte tisztelettel adom át önöknek, a leendő használóknak ezt az épületet, és nyitom meg a kiállítást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!